Én azt gondolom, hogy a felvételek, illetve valójában, ahol itt vagyunk, maga a helyszín bemutatja azt, hogy milyen erőlépések vannak. Valami szépen rendben van tényleg a Sétervei úszókomplexum, a Levence komplexum, sokkal szebben és rendezettebben néz ki az előző években, és én felkérném a polgárainkat, hogy mindig megyünk számba használják most a meleg napokban, amikor forrósak vannak a medencét, és kenése is, meg rekreálása, meg felfrissülése is. Úgy szintén meg szeretném dicsérni a stadion közvaladnak a vezetését, a titokoknak, az összes munkásnak meg szeretném köszönni azt a munkát, amelyet eddig elvégeztek. Egyértelműen látszik, hogy komoly munkáról van, egyértelműen látszik az is, hogy komoly lépések vannak, ami az objektumoknak a minőségét illeti. Itt minőségi javulás van, és mindenféleképpen fontos az, hogy az átkeltező időszakban is továbbra is fogunk az amúgyára bánjuk az objektumokat. Az, hogy az idejében is egy körülbelül több mint filmbozinát vezet be a stadion közben, a saját eszközékből ennek az objektumok a rendbetételére és revitalizálásra, azon arról beszél, hogy sokkal kisebb eszközökkel is valójában ezt a közvallatot be lehet tartani, ezt a valójában működtetni át az egész sportolít esetben a komplexumban. Továbbra is jó munkát kívánok, meg Kiskopon a részletekről pedig az igazgatókkal leszem. Fontos a befektetés, először is azt kell mondjam, hogy egy újdonság van, ugye szétválasztottuk a bejövő és kimérő kaput, ami elég jó dolog szerintem. A másik dolog, ami nagyon fontos, hogy az olimpiai medencét rendbehoztuk egy kicsit, tehát alulról is fölül is, így mondjam, tehát kiengedtük a vizet, befestettük újra, és a csöveket alatta rendeztük, tehát szanát. Maga a termális kutakkal problémánk van sajnos, a múlt évben sikerült rendeznünk a hideg kutat, a meleg kutakat, ebbe az évben egyiket megpróbáljuk rendbehozni, a csövet rendbehoztuk valamennyire, amennyire bírtuk, a vizet elvittük mikrobiológiai analízisre, majd azt hiszem, hogy a következő napokban kellene majd legyünk termális vízünk is. Tehát szeretnénk továbbra a kerítést folytatni, tehát azt az objektum körül. Ebben az évben is szeretnénk építeni egy kis medencét, tehát ami a téli időszakban ilyen úszóiskolák használnak. Tehát most nem volt sajnos a múlt évben ilyen lehetőség. Tehát körülbelül ezek a befektetés, ezek a többi az mind általános, tehát karbantartás, hogy így mondjam, tehát szűrőrendszer karbantartottuk, tehát ilyen különböző messzelések, festések is. Milyen rekreációs, egyéb rekreációs lehetőségek várják a polgárokat itt ezen a medencén, illetve milyen sportrendezvények történnek itt és a másik? Ebben az évben itteni lesz egy kis újdonságunk, tehát amit mi szervezünk, mi mind stadion közvállalat, tehát lesz röplabda Komokon, július 11 és 12-én, elsőn van a jelentkezések, az első díj az 50 ezer lesz, tehát férfi és mennyibe kerül a belépőjegy? A belépőjegy maradt 110 dinár, amennyi volt, tehát a múlt évben is volt. A kisgyerekek 5 évig nem fizetnek belépődíjat. A többi árakat pedig a mi weboldalokon, a webjelenlőségben, a nézőkörnyi tudnánk.